A Sátoraljaújhelyi 15. városi kórus találkozó résztvevőit és az érdeklődő közönséget Dombovári János, a Lavotta Művészeti Iskola igazgatója köszöntötte. Mindegyik ember lelkében dal van, mondja a költő Babits Mihály. A mai kórus találkozó szereplőiről minden bizonnyal elmondható, az óvodásoktól egészen a felnőttekig. De vajon elmondható ez mindnyájunkról, sátoraljaújhelyi állampolgárokról, akiknek az örömére készülnek évről évre ezek a kórusok. A műsor Erkel Éljen a haza című művének közös éneklésével kezdődött, majd a Trefort szakképzőiskola kórusának előadásában népdalcsoport és cigánydalok hangzottak el. A legkisebbeket 4 óvodás csoport képviselte, a Partizán úti, a Hétszínvirág csicsergő csoportja és az Esze Tamás úti óvisok után színpadra léptek a Károlyfalvai apróságok is, akik a hagyományőrzésnek megfelelően német nyelvű műsort mutattak be. Az általános iskolásokat az Árpádházi Szent Margit, valamint az Esze Tamás és a Petőfi Sándor általános iskolák kórusa képviselte. Érdekes zenei anyaggal lépett színpadra a gimnázium vegyeskara, de színvonalas programot mutattak be a felnőttek is. A kórus találkozó befejezéseként Hegedűsné Orosz Nóra, a művelődési központ igazgatója megköszönte a kórusoknak a felkészülést, a részvételt az immár hagyományosnak tekintető programban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok boldog embert látnak most Önök a színpadon, ugyanis énekelni boldogság. Örömmel tölti el az embert. Nagyon nagy szeretettel várjuk Önöket valamennyi kórusba. Jöjjenek el Sátoraljaújhely polgárai, és legyenek Önök is boldogok. Arra a pár órára, arra a pár napra, amit ebben a nagyszerű közösségben tölthetnek el, akiket most itt a színpadon láthattak. A találkozó végén a karvezetők átvették az okleveleket, majd közös énekléssel zárult a jóhangulatú rendezvény.